Effet fújján. Ez lent van. Javában készülnek a tábor utolsó napján a záró koncertre a tuba növendékek Apro Artis Művészeti Iskola udvarán Pakson. A Nemzetközi Tuba Szövetség életműdíjasa Szabó László évek óta résztvevője a tuba tábornak. Megítélése szerint a diákok nagy fejlődésen mennek keresztül. A magyar tuba művészek nemzetközi szinten igen elismertek, melyben nagy szerepe van a Zeneakadémia nyugalmazott pedagógusának is. Délelőtt egyéni órákkal oktattuk őket, ahol hát a különböző felmerülő problémákat, előadási darabokat, szóló darabokat vettünk át közösen, javítgattuk, korrigáltunk, vagy akár mélyítettük a tudásukat. Délután pedig, és ez a tábornak az egyik legfőbb erénye, kamarazene foglalkozásokat tartottunk. Ez azért érdekes, és azért értékes dolog, mert a zenélésnek az együtt zenélés oldala az egyik legfontosabb jellemzője. Az egymásra figyelés, az egymásért zenélés, az egymástól függés, és hát egyáltalán egy mindenféle ilyen társas, közös működés összes előnye kidomborodik, és ezt gyakorolják a fiúk. Számomra az egyik legnagyobb élmény volt az, hogy a visszatérő hallgatók közül, akiket évek óta évenként egyszer hallunk mi, hogy ott van a kezünk nyoma, és ahogy tapasztaljuk azt a fejlődést, amit bemutattak, egyre több, egészen kiemelkedő tehetségű fiatal van itt most ebben az évben. És nem csak az, hogy egy-egy kiemelkedő, hanem az átlagszínvonal is kifejezetten magas. 54 éve tanítok, abból az utolsó 30-et a Zeneakadémián. Itt az összes tanárkollega az én növendékem volt valamikor, de mindegy, a fellépő művészek is a keretprogramokban. De hát ezt nem is lehet másképp. A paksi Tóth Marcell a budapesti Bartók Béla Konzervatórium utolsó éves hallgatója. Jövőre a Zeneakadémián szeretne tovább tanulni. A tuba táborban értékes szakmai tapasztalatokat gyűjt a fiatal zenész, hisz életpályáját is ezen az úton képzeli el. Mióta paksi táborok van, azóta rendszeres részvevője vagyok a tábornak, és hát ez egy nagyon jó szakmai tapasztalat, mert nem mindig futhatunk össze olyan tanárokkal, akik itt összegyűjtenek. Jönnek Luxemburgból is, meg külföldről is zenekari tubások, és tőlük egy kis tapasztalatot lehet szerezni a nagybetűs életre. Hát már lassan szerintem 6-7 éve foglalkozom ezzel a hangszerrel, és nekem szimplán csak a mély hangjai, meg a nagyon lágy hangjai tetszettek meg. Az eddigi években főleg a hangképzésre és a légzésre álltam rá, de most Szalai Csaba tanár úrral nekiálltunk most zenekari állásokat is próbálni, és most azokkal teltek a napjaim, hogy azokat gyakorolgattam és próbáltuk. Hát most nagyon ráálltam erre a zenekari állásos témára, mert végül is itt szeretnék, tehát zenekarba szeretnék elhelyezkedni, és gyűjtöm a tapasztalatokat. Hát a hosszú távú terv az egy szimfonikus zenekar lenne, az még nem kitalált, hogy hol, de hát most a rövid távú tervek, hogy felvegyek főiskolára, és tovább tanulhassak. A tuba tábor nem én találtam ki, hiszen ez egy régebbi folyamat, ez már a 10. alkalom, viszont 2016 óta én vettem át a szervezését, és az elmúlt 4 tábort már én szerveztem meg, és ezt a tábort, amely szakmai programokból áll, többek között van a tábort kiegészítő koncertek is, és ezeket alakítottuk át fesztivállá, tehát magából a tábor helyszínből kivittük a programokat templomokba, szabadtéri helyszínekre, illetve koncerttermekbe, és meghívtunk hozzá számos művészt, amely által a táborosok is tudnak épülni, de nyilvánvalóan is célunk volt, hogy a nagy közönségnek is egy olyan programot adjunk, amely rendkívül érdekes és sokszínű, és ennek a visszajelzéseknek a révén alakult ki a Nemzetközi Fúvós Napok, amely máshogy gyára szervezünk meg itt Pakson, és a mai nap az a tábor zárással kezdődik, amelynek itt az előkészítőit látjuk a háttérben, és utána pedig a Nemzetközi Fúvós Napoknak lesz majd a záró koncertje, szólistákkal, például Japánból is érkezik egy klarinét művész.
Magyarországon szerintem mintegy 200 tubás tanul tubázni a különböző oktatási szinteken, ezért, hogyha arányszámokat nézünk, akkor elég jó, hogyha azt mondom, hogy több mint 20 tubás szokott rendszeresen részt venni a táborban minden évben, tehát ez több mint 10%, ami egy magas részvételi arány, hiszen ugye váltakoznak. Ezzel azt érjük el, hogy komolyan gondolják a tubázást. Akár csak hobbi szinten, akár pedig ez később megélhetésüknek tekintik, akkor ezen fiataloknak, gyermekeknek, vagy már akár vannak itt örök gyermekek is, az ő részükre ez egy olyan továbbképzés, amelyben nagyon sokan tudnak így részesülni az évek alatt. Itt vannak a táborban az ország számos pontjából, illetve számos alkalommal határon túli területekről is érkeztek, mint magyar, mint pedig külföldi fiatalok. És a tanárokra is ugyanez elmondható, hiszen a magyarországi elitképzésnek a fellegváraiból jöttek ide tanárok, a legnevesebb szimfonikus zenekarainkból, illetve határonkon átlépve Németországból és Luxemburgból is rendszeresen megfordulnak oktatók itt a táborban. Ring István klarinétosként kezdte zenei pályafutását az évtizedekkel ezelőtt megnyílt Paksi Művészeti Iskolában. A tuba tábor záró koncertjén egy egyedülálló mutatványra is sor került a Verklissel. A történet nagyon régen kezdődött, mert mikor Pakson a zeneiskola megszületett, én az első növendékek között voltam, akkor még klarinétosként. Aztán megérkeztek az első altszaxofonok a zeneiskolába, akkor szaxofonos lettem, és tulajdonképpen a mai napig alaphangszerem a szaxofon, és a fúvószenekar tagja vagyok, a városi fúvószenekar tagja. Viszont tavaly tanév közben Tóth Marci, aki a tubása volt a zenekarnak, elment Budapestre végleg tanulni, illetve hát már régóta Budapesten tanult, de nem tud hazajárni próbákra, illetve nem tud részt venni a zenekar életében, és akkor felmerült az ötlet a karmester úr Tóth János részéről, hogy mi lenne, hogyha tubára váltanék, mert tuba nélkül nem lehet a zenekart működtetni, és hát nekem megtetszett a hangszer, és igazából azóta kacérkodom, illetve igyekszem tubázni. Nagyon jó ez a tábor, mert itt már művészi szinten tanulnak a fiúk, akik ezt választották életpályának, úgyhogy én nagyon élvezem, hogy mint kezdő tubás itt lehetek ennyi sok jövendő tuba művész között. Megkértek a fiúk, hogy csináljunk egy olyan produkciót, ami azért nem nagyon fordul elő, úgyhogy így tuba verkli duót fogunk alkotni egyik tanárúrral, Mazura Jánossal, és így fogjuk szórakoztatni a közönséget. Végül a záró koncerten az eső elől az udvarról a koncertterembe menekültek a fellépők és az érdeklődők.